Sziasztok, én Marci vagyok, ez pedig itt a Minecraft 1.19, most már kijött az 1.19, pontosabban 1.19.1, és mint látjátok, nincs most bekapcsolva a kurzor felvétel, de van, amit be kéne csinálni, így ezek közül. Igen, ezt videón kívül megcsináltam, ezt a zombi orvos cuccot. Hát akkor itt ezt megcsináljuk, ezt a vigyázz forrót szerintem. Hogy gyerünk hangügyileg? Minden 100%-on van. A zene az pedig ki a kapcsolva. Oké. Egy vödröt keresek. Az mi. Úgyhogy ezt hamar megcsinálom. És létrehozok egy nagyon alap, tényleg annyira alap cobblestone generátort. Tehát tudjátok, az a legelső, hogy mindegy, az, hogy megcsinálom szerintem valahol itt erre felé. Csak egy kicsit előtt ezt kitakarítom, ezt a részt. Na. És most már csak lávát kéne találnom valahol. Ami felszínen annyira nem könnyű, úgyhogy gyorsan leszadok a bányába szerintem. De előtte még ide benézek. Rendben, itt szépen dövegetnek a cuccok. Nem túl gyorsan, de az úgy elmegy. Bízom benne, srácok, hogy egyébként jól vagytok. Tudom, most ebben elhanyagoltam a csatornát. De igazából most nem nagyon volt kedvem videózni, meg hát úgy is vettem fel egy RTS gameplayt nemrég. Azt még nem láthattátok. Mert az majd jövő héten fog kikerülni. És hát igazából ezen a héten, mert aj, most megint ez az időcsavar, hogy tudjátok, most még július 31, akkor most van vasárnap, jövő hét, ugye egy holnap hétfő, ugye jövő hét. Szokásos ilyen izé dolog. Szerintem akkor gyorsan leszedök a bányába. Azt hiszem, hogy ki kellnek belőle. Csibék, hogy nem is tudom, apá. Meg aztán tényleg több gyémánt kéne. Mert kéne egy jó kis felszerelés gyémántból is, illetve az enchantóra mindenképpen rá kéne hajtani, csak azt nem tudom, hogyan tudik hozzájutni az egyik legfontosabb alapanyaghoz. Mert ugye bört maximum úgy lehet szerezni, hogyha vadászok. Tudom, nem hoztam magam a fákját meg semmit, most csak a lehető leggyorsabban szeretnék itt végigmenni. Hasonlóan érzem magam most, mint amúgy az Minecraft pályán. És hát az örökség nevezetű Minecraft horror pályán. Szerintem minden bátorságot összeszedem, és megpróbálok arról egy videót csinálni, de nem garantálom, hogy össze fog jönni. Eltévedtem. Ja. Annyi helyen voltam már ebben a bányában. Psz. Hát jó, hát az már nagyon is rég volt, mikor én ide lejöttem, hát az volt ennek a sorozatnak a második része, mikor ide lejöttem. Csak nem tudom, hogy találhatnék lávát. Azon gondolkodok. Na, ott egy fákja. Vihar van. Egy kicsit most megijedtem. Ja igen, csak azt nem tudom. Nem, itt nem látok. Az nem gyenge vihar a játékban, ami most van. Ja. Nincs fa építményem egy. De hogy leugrottam ide.
Tudom, nem látok túl sokat, de higgyétek el, hogy én sötélek a kőcsákányom van. Azt, hogy nem tudom, miért hoztam. Ezt a pár vasat, akkor gyorsan kibányászom. Megig láttam itt lazulított, igen. Ezt még kibányászom gyorsan. Úha, jó, van arany. Akkor ide majd még mindenképp visszajövök. Itt bivilágít. Csak az a cucc ugyanúgy. Oké. Jaj. Ah! Megtaláltuk, amiért jöttünk. Hát igen, csak valójában én oda lementem. Hát csak azt nem tudom már, hogy hogyan. Ó! Nem is kellett nekem oda lemenni. De óvatosan kellene, nem, de... Ha esetleg belelépnék a lávába, akkor a cuccaim ne sérüljenek. Igaz, akkor hamarabb is lenne vége sorozatnak. Jó, megvan. A viasz forró előrelépés. Jó. És most csak azt kellene kitalálnom, hogy a viharba jutok haza. Igen, egészen ideig le kellett gyönöm a láváért. Hát itt a megoldás, vagy ez a vízen szépen felúszok. Igen. Nem biztos, hogy jó fejt megyek, csak megyek valamerre, srácok egyébként. Az is lehet, hogy egy totál más helyen fogunk innen kiukadni. Vagy nem. Jó, hát igen, leugrottam ide, de hát... Itt a megoldás a visszajutáshoz. Ezért kell találva csak, hogy akkor tényleg megcsináljam a cobblestone generátort. Amit ha ide akkor szépen képítek körbe, kőből csak oda esőnyt meg hasonló dolgok. Úgyhogy... Azzal mindenképp szeretnék foglalkozni. Ez a vihar meg csak nem akar csillapodni. Úgyhogy... Érdekes lesz. Ez így. Ez még megint lefelé vezet. Hát itt vannak ezek a részek. Jó. Úgyis van nálam némi zúzott méppal, hát felépítem oda magam. Jó, és akkor most vagy aki kell jutom innen. Ez ismerős. Nem? Hogy én vagyok a bolond? Nem, mint hogy ez tényleg ismerős lenne nekem ez a terep, ahol most vagyok. Jó, remélem, hogy ide át tudok ugrani. Miért? Köszönj. Jó. Erős vihar tombol itt a játékban. Oda nem szépen esnék le, köszönöm. Miért elkezdtem követni a hangját aztán, ugye a viharnak aztán. Megpróbálok vagy innen kiútni. Csak tudnám, hogy honnan jöttem. Mert itt nem hiányoznak láncok. Vagy... Ebbe bennem a spawner? Nem tudom. Ó, ott egy láda. Amit bizony még nem fosztottam ki, tehát akkor ez egy tök új láda, oké, ebben mindent viszek. Jó. De hogy fogok kijutni? Ez mennyit bír? 59-et? Ajjaj. Oké, srácok. Mégsem kell felásnom, mert egy kisebb kör megtértéve ugyan, de kijutok innen. Visszataláltunk. Hát, meg voltam lőve azért.
Nem mond. Ezek a tipikus ilyen Minecraft bánya hangok, ugye? Ezek annyira jellemzőek erre a játékra, és rég hallottam már. Szinte hiányzott. De amúgy nem. Egyébként nem tudom, hogy kell skint betenni a játékba, mert ami skinem van, azt úgy kaptam, hogy frissítettem ugye a Minecraft launchert, aztán egyszer csak bedobta ezt a skint. Hoppá, nem elfáradt akartam. Tehát ugye ezt a skint egyszer csak így bedobta nekem. Na mindegy. De megvan az, amiért jöttünk. Akkor most gyorsan az a szaladok. Jó, nincs olyan építényem, amit fából hoztam létre. Nem úgy, mint az első pályán, ahol szinte minden fából épült. Az mekkora projekt lenne, srácok, videóban. Az hatalmas projekt lenne. Hogy az első pályámon a várost egy ilyen nagy üvegkupolával körbefedni. És nem egy szimpla lapot rá, hanem egy ilyen szintes ízét, mint ahogy a Biosphere módon ugye a Gump Survival kinézne. Az milyen nagy kihívás lenne. Komolyan, hogy azt látnátok-e egyébként abból videót. Jó, ez megvan. Jó, jó, hát amíg egyelőre nem veszik nekem nagyon izé más. Igen, én mindig ezt a fajta kábusztón generátort használom. Hát nem szívesen szokok el a régi módszertől. Andesiten van-e? Ezen gondolkodok. Hogy van-e nálam andesit? Csiszolt kő az van, meg diorit. 7 darab andesitem van. Csak. Banyek. Oké. Ezt teljesen véletlenül hoztam így össze. Jó, hát akkor marad ez. A fajta blokk. És hát akkor... Vagy... ide képítek vajon egy ösvényt ideig, és akkor ezt így körbe... ezt így körbe fogom keríteni. Hát a víz nem tud kiszökni oldalra. Erre felé mondjuk igen. De ide semmiképp se. Megég a lába tudom meglépni. Jó, ez így megvan. Jó, ezt elhibáztam. Jó, az megvan. Oké. Nem a füstőbe, nem ez a kohóba megy. Építő blokkok azok ugye itt vannak. Minden. De majd ezt a ládát is fogom rendszerezni. Most egyelőre mindent a helyre fogok tenni. Uha. Hát az egyébbe kerülnek a sinek is. Ezek, hoppá. De jönnek ez ide. Aranyalma oda. Vas ide. Ó! Abba is van egy teljes blokk. Ez ide jön. Ezt lecraftolom. Aztán... egy példa, srácok, és vigyárt jövök. Jó? Nektek ez egy... pillanat, ez nekem nem tudom mennyi idő. Na, mindjárt jövök. Na, vissza is
Értem, srácok. Úgyhogy a Cobblestone generátort azt ugye megcsináltam. De kéne valami más erre a részre. Szerintem folytatjuk a... Most folytatjuk ki az enchantolót. Papír az van nálam. Úgyhogy... Elmegyek vadászni. Bőr mindenképp kell. Gyémántom. Egyetlen egy darab van. Ami azért gond, mert az enchantolóhoz kettő kéne. De az kell egy gyémánt csákány is, tehát kapásra kéne 5 gyémánt minimum. És hát ugye itt ez egy kép itt az enchantoló, tehát mert itt ez a blokk is... könyves polc ez. Tehát az alsó rész azt majd megcsinom izé... tölgyfából, mert... mert a textúra az így totálban megegyező. Legalább a padót majd így kispórolom. Egyébként srácok, tényleg sajnálom, hogy gyorsabban nem nagyon volt videó. De ezentúl majd jönni fognak a videók azért. És gondolkodtam egy olyan játékon, amiből mindenképp lesz videó, tehát... Szerintem, hogyha ezt a felvételt majd lenyomtam, akkor fel fogok venni egy Hearthstone gameplayt is. Most ebben azért sokat szoktam játszani. Jó kis Hearthstone-nal. Vannak erős pakik összeállítva. Jó, de azt tudom, hogy instantban nyerek velük, mert volt, hogy nem az... Tehát ugye nem a practice-t játszottam a Hearthstone belül, hanem rendesen mentem. Ugye... Tehát, na, szóval nem gyakorlót nyomtam, hanem a totál izét Hearthstone módot. Hát rendesen kiírtak engem, de volt így én is őket. Pedig nagyon erős pakikat is raktam össze, de azok nem mindig segítenek. Ugye bár 6 bőröm van. Hát 2 könyves polc. Ha jól számolok, durván. Úgyhogy ez az enchantoló helyiség kialakítása a dolog. Ugye ez az enchantolós projekt, srácok. Ez nagyon el fog húzódni. Ez nagyon sokáig fog tartani, mire ezt megcsinálom. Úgyhogy az is lehet, hogy ezzel most elkezdek foglalkozni videóban, aztán majd megcsinálom videón kívül. De akkor meg az, hogy biztos izé, azt mondom, hogy nem ad dolgoz közben, megcsinálom kreatívba. Nem az a tervem, egyetlen nem. Mert tényleg azt szeretném elérni, hogy... Ezt nem akarom csalni. Hát sajnálom őzött itt az állatokat, de hát... túl kell vajon itt élnem. Azt az outpostot meg már megnéztem. Hát erről szól egy túlélő. Ja. Hát 7 bőr. Nem túl sok. Egyetlen nem túl sok. Kár, hogy outpostokon meg ezeken a helyeken nem nagyon lehet bőrt találni. Illetve most az 1.19-ben nem tudom ez hogy van. De mint valamikor meg kell ennek a verziók, hogy nézni az újdonságait is. Azon gondolkodok. Oké. 14 bőr. Az ott egy falu? Ja. Nem hiszem, hogy voltam már arra felé. Hogy... Vagy csak sosem láttam. Gyuszit békén hagyom, őt nem bántom.
biztos a Hungaroringről jött. Biztosan láttátok, srácok, egyébként, hogy egy gyúszott vég a Hungaroringem. Még pénteken, azt hiszem? Vagy jártam volna itt? Nem tudom. Hát a veteményt azt ugye semmiképp is. Hello, de... Az igen! Te aztán raboló vagy, öcsém! Pofám leszakad. Már bocsánat, de... 4 emeraldért, 5 emeraldért ad vas felszerelést? Hát ez ilyet agyon kéne verni. Ó, na, itt viszont jó dílt lehetne kötni. 32 rotten felsért ad emeraldot. Úgyhogy ott egészen... Meg itt is egész jó üzleteket lehetne kötni. Az ott... Egy mély. Na most, srácok. Volt, hogy szétcsaptam a izét, ugye a kaptárt. Hirtelen nem ugrott be. És hát akkor ugye 2-3B az úgy megtámadott engem. De el tudtam menekülni, anélkül, hogy őket leütöttem volna. Az, hogy bementem a földdel, azt izé vártam, hogy mikor fog elmúlni az ümmögés. Hát, vajon tábortüzet kéne ott alkalmazni, hogy én nem tudom. Cukornád. Igen. Bár ugye van cukornád farmom, szóval. Jó. Oké, ezt nekem tudom még. Úgyhogy ez mi volt? Vannak jeges medvék, igen. Hát ha nem bántam, akkor ő sem bánt engem. Egészen barátságos ez a falu. Nem csapom le a gólemet, mert megvédi a falu népét. Bocsás, hadd jöjjek ide. Oké, elnézést, én nem akartam. Még itt ebben nézek, két meg voltam. Oké, na. Akkor... Valószínűleg arra fél lakhatok, igen. Szerintem, Határozottan is, erre van az otthonom. Hát 14 bört sikerült összeszednem. Remélem lesz ebből 15. Jó, megvan 15, oké. A többit... És ott a többieket akkor most megkímélem. Hát meglátom. Hogy lesz, hogy ez a dolog. És akkor egyébként ide megcsinálom az ösvényt. Tehát... Csak a szintkülönbség itt van. Nem érdekel. Egyébként nem érdekes. Igen, ugye most kikapcsoltam a kurzor felvételt. Ezt be lehet ugye állítani az OBS-ben. Ezt megsütjük. Adok még neki szenet. Igen. A szint abból származik a növényi per el. Ja, a tojás az még csirkéből van, meg a toll is, akkor ez is ide jön, ez is. Bőr kell nekem meg a papír. Hoppa. Hát meglátom. És maradt 9 bőr. És ezek csak egy egységet nőttek.
Azokat nem szeretem leáratni, úgyhogy most hozok máshonnan cukornádat. Igen, az lesz. Vagy máshonnan fogok cukornádat szerezni. Most már tényleg srácok, megígérem nektek, hogy a jövő héten fel fogom már venni a Doom végjátszás második részt. Tudom, mindig csak mondom, hogy majd felveszem azokat a videókat, azt a videót, de most tényleg fel kell venni. Úgyhogy... Hát most van jelenleg este... 6 óra, hát még nincs 6 óra, 3, 4, 6 múlt 2 perccel. Úgyhogy tippre... Hát ha ma nem is, de... Majd akkor a héten mindenképpen fel fogom venni ezt a videót. Aha, igen, és... Mi? Ja persze. 6 bőr még így is maradt. Aha. És csak az egyik... Jó, hát 2 nőtt meg. Annyira... Összesen törném meg ott azt a rendszert. Tudom, lehetne autótába is, de én nem vagyok akkora nagy redstone zseni. Ugye ezeket meg tudjam csinálni, tehát... Én az a fajta régi motoros Minecraftos vagyok, aki... Ez egyébként a jó öreg, bevált 10 éves, vagy kb. 10 éves módszereket használja. Én tényleg ez vagyok, srácok, tehát... Tényleg, többi 10 éve kezdtem el ezt a játékot. Ahhoz képest ilyen nagyon sokat fejlődtem benne. És hát persze... Jó, az egy másik videóban volt. Azt... Az olyan... Úgymond... Az egy... Ez a videó már nincs fent, egy... Már nincs meg. Azt töröltem, mert... Gondoltam, felveszek egy... Tehát gondoltam, felveszek egy Minecraft videót, de... Akkor annyira nem volt kedvem hozzá... Hogy egy ilyen... Izé videónak tudható, egy ilyen unalom videónak. Azt inkább töröltem a gépre azt a felvételt, tehát azt nem váltam volna el. És hát akkor ugye... Első alkalommal, hogy belépjük az 1.19.1-be. És hát a jobb felső sarkot kitölti, hogy VASD a mozgás, a space az ugrás. És így magamban kösz, hogy megint az alapoktól kéne kezdeni a játékot. Szerencsére ezeket vasár nem mutatja. Na lássuk. Még mindig kell papír, hát ezt nem hiszem el, és ez még mindig alig nőtt meg. Ezt a sok rohankálást, srácok, nem baj, legalább így is megy a videó. Egyébként reakció videót, nem akar, hát nem tudom, hogy szeretnétek-e, mert egyébként én már tényleg úgy vagyok ezzel, izé... Trinetul áffal, ugye ezzel próbálj meg nem nevetni kívás, hogy az valami... Elképesztően rég volt már az a trend. Az tényleg nagyon rég volt. Most ebben nem is látok, hogy csinálnának ilyet youtuberek. Én pedig azt szerintem nagyon izébb tartanám cringe-nek, hogy... 2022-ben Trinetul áff, hát... Őskorban élek, vagy hol? Nem. Úgyhogy... Felvettem srácok egy izét, egyébként az... Még mindig nincs fent a csatornán, de fel fog kerülni az LTS gameplay. Mikor ugye 100 szambattáról már elvittem azt a fuvart. Ha még emlékeztek egyáltalán arra. Csak hogy... Éppen vettem volna fel még a LTS 2-t, hogy na folytassuk a magyar modot, erre BOOM! Kapom az 1.45-ös update-et. Kösz. Magyar mod.
így azonnal bűködésképtelen lett, ugye nem kompatibilis ez a verzióval. Megvárom majd, amíg a készítők frissítik a magyar módot az 1.45-höz. Úgyhogy... Szerintem lesz videó majd a rendes térképen is, de ott azt azt sem szeretném majd újból kezdeni, mert ott már tényleg nagyon sokat haladtam. 5 könyves polc. 5 könyves polc. Ez most komoly. 5 darab. Pú, de az marha kevés. Az über kevés, tehát gyakorlatilag épp, hogy ezt a részt, ezt a sarkot ki tudom tölteni. Ja. Ennyi. 3x3-at. Oké. Pillanat. Igen, srácok. Itt vagyok. Hát most, hogyha videózok, akkor azért beszoktam zárni az ajtót, hogy ne nagyon zavarjanak engem. Hát igen. Azért annyira nem vagyok még fejlett videós. Fejlett? Hát azért, na, tehát nem tartok ott a videózásban, amit mondjuk a KD csapat, hogy egy külön stúdióban legyek. Mert az nagyon komoly lenne egy stúdióban. Az egy itthon képíteni egyet, több okból nem tudnám megtenni. Mert egyrészt nincs hozzá hely, másrészt de csak hobbi szinten videózok máskülönben. Tényleg. Opa. Egyébként tényleg. Én szeretek ezzel foglalkozni, úgyhogy most... Jól van. Ezt tudom... Fú, de gagyi lett ez, Jézusom. Atyavilág, ez über gagyi, nem? Tudjátok mit? Jó van ez így. Ez így tökéletes lesz. Bár itt ez a része nekem annyira nem tetszik, úgyhogy... Meg így akkor jobban el fogok férni. Na! Itt van. Aha. Még az nem voltunk kibővítve, de így igen. Jó. Na. Ez megvan. Szerintem tök jó ez a pálya. Most hát tök jó ez a ház. Meg minden. Szerintem ez túl magas lett egyébként ez az encsantoló. Tehát magasságra egyébként ez is elégen a... Az a lánc, de az úgy hogy nézel ki? Gondolkodt, hogy ezt egy kicsit lejjebb hozom, de így jó szerintem. Egész szépen kezdve megnőni a veteményes. Itt a cukornád is. Ilyen, itt egy shortcutot kellett el hátul építeni. Egy ugye ösvénnyel. Mit szeretek hozzá, srácok, hogyha ebben a videóban elkezdenék azzal foglalkozni, hogy itt megtartanám ezeket a virágokat, de mondjuk itt körbe mondjuk idáig nem azt a kanyart nem kell beletenni, tehát idáig, végig de nem, az így mert valós sövényszerűségen gondolkodtam még. Hogy mondjuk azzal körbe keríteni az egészet? Á, nem. Azt úgy nem lenne jó. De ezt megérzem, hogy mutatna ezen a házon az inda, vagy a lián, vagy... Vagy a bánat... Vagy mi a bántak mondják. Tudtam, hogy van valami ecióló. Nem akartam azért így... Craftolni külön.
Mert hogyha esetleg szeretnék futtatni Indát a házra, akkor azt megérzem, hogyan mutatna rajta. Már 35 perc, hogy ez a felvétel. Jó. Ide most nagyon szépen leestem. Ugrás közben nem azt kéne nézni, hogy hány perc egy a felvétel, hanem hogy merre megyek, igaz? Hát, srácok, egyébként... Nagy hatással vannak rám videósok, akik nagyon régóta nem videóznak már. De... Tényleg... Nekik is köszönhetem részben, és hát nem részben, hát nekik is köszönhetem azt, hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a hobbival, hogy ugye videózzak. Mert őket nézve dőttem fel gyakorlatilag. És hogy kikről beszélek? Pro Gamers. Fú, de nagyon régiek az ő videóik, azt aláírom. Még Minecraft sorozat 1.2.3 alatt videóztak, tehát gyakorlatilag mikor az 1.2.3-as verziójú Minecraft jött ki, na azt mutatták be, tehát ők arról csináltak videót, meg tényleg ők tényleg, na szóval Minecraft-tal foglalkoztak leginkább Cornél, vagy nem tudom, hogy őt ti mennyire ismeritek. A Cornél vs. Minecraft harmadik rész a teljes bejeszes turbóval, aztán ez volt annak a videók a címe. Azt nagyon sokszor megnéztem, volt, hogy mostanában is elkezdtem visszanézni azt a videót. James. Pff, szinte rajta nőttem fel. James Emsin. Vagy tényleg, hogy ilyen nem használja már az MC jelzőt régóta, csak James. De tényleg rajta nőttem fel. Göm Survival, ugye vár meg ilyen dolgok, tehát... Meg srácok, őket nézve nőttem fel, és nekik is köszönhetem azt, hogy hobbiból elkezdtem én is videózni. Ja, meg még Zsidov. Ugye Zsidov. Na, még a Minecraft filmjei. Azok, amik még nagyon megtetszettek nekem. Azokat is sokat néztem. Nem tudom már kik, vagy ki készítette el azt a Minecraft filmet, az is azt az volt az elátkozott város. Ha srácok, ezek közül nektek bárki, vagy bármi srácok, hogyha amiket most elmondtam, hogy én kiket nézem öttem fel. Kíváncsi vagyok rá, hogy közülük ti kiket ismertek. Azt kommenteljétek le. És akkor azt végig fogom nézni, és akkor tök jól elbeszélgetnénk így komment formában, nem? Szerintem igen. Úgyhogy én szerintem ezt így tényleg. Hát mondjátok meg, hogy mennyien néztétek. Jó, hát azért James-t azt nem csak én néztem annak idején, hát mostában, hát mikor visszanéztem, most hát valaki készítette egy videót, amiben összevágta James-nek az összes intróját. Pff, az akkora nosztalgia volt számomra. De hát őt nézelőttem fel, a ti küldtétek, én végigjátszom videók, a Göm Survival videók, hardcore-ok, Lucky, tényleg, ha már hardcore Lucky-t is nézem, illetve néztem. Pff, srácok. Jó szó időt telt el. Meg hát ilyen KD csapatot is nagyon sokat nézem. Bimenci Barmi. Nem. Nem mutat annyira jól. Ez annyira nem jó. Nem. Meg kell néznem. Na, úgyhogy srácok. Akkor ez a kis ilyen sztorizgatás, hogy hát igazából akkor ezzel a... Pff, nem is tudom, dolga... Na, szóval
Tehát akkor én így zárom ezt a Minecraft videót, srácok. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Remélem, igen. Ha tetszett, lájkoljatok, tudjátok ezeket, mint elmondtam. Szinte minden videó végén mondom ezeket, úgyhogy most próbálom elhanyagolni, de azért a feliratkozást azt ne felejtsétek el. Meg a lájkot sem, ezeket csak azért mondom, srácok. És akkor ebből a videóban ezt a dolgot, hát tényleg megpróbálom majd elengedni. Mert ez nekem egy nagy visszajelzés lenne, hogy igenis szeretitek még látni videókat a csatornán, és figyelmel kíséritek a munkásságomat, illetve felkelti a figyelmeteket az amit csinálok. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, Marci voltam, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok!